Május 27-én a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál első napján többek között az Omega Testamentum, vagyis az Omega Együttes örökségét tovább éltető zenekar teremtett hatalmas hangulatot a Béla Király téren. Bár a rendezvény idén egy nappal rövidebb volt, a szervezők mindent megtettek annak érdekében, hogy ez a három nap eseménydúsan teljen el. Köszönjük a támogatóknak, köszönjük annak a nagy összefogásnak, aminek segítségével ezeken a napokon is sztárfellépők és sok-sok érdekes program várja a nézőket, úgyhogy mindenkit biztatunk, holnap is, holnap után is fáradjanak ide ki, a Nyitott Pincék programja után a város főterére is sok szeretettel várunk mindenkit, éjszaka fiataloknak nagyon jó diszkóprogramra készülünk, minden adott ahhoz, hogy három napig fesztelenül tudjunk szórakozni, és egymás barátságát élvezzük. A három nap során több tízezren fordultak meg a programsorozaton, amely szinte minden korosztályt és számos kulturális ízlést kiszolgált. Mi a koncertet, és majd a többi az elválik. Várjuk a haveroknak, barátoknak a jelentkezését, hogy ki merre szeretne, hova szeretne menni. A Pünkösd nem csak a helyiek számára volt kiemelt program, sokakat vonzott az ország más tájairól is. Ami jön, az minden. Voltak, akik egészen az Őrségből érkeztek a rendezvényre. Lementünk a Vásár utcába, sétáltunk egy nagyot, aztán hát koncert után megyünk haza, mert azért 350 kilométer, nem itt van, de holnap reggel dolgoznunk kell, úgyhogy el kell indulnunk. Mik az eddigi tapasztalat? Nagyon szép város, nagyon szép. Pont arról beszélgettünk, hogy milyen jó a tér is, meg hát autóval lent álltunk meg, ahogy jöttünk fel, az is nagyon szép. Alapvetően mi a sok új érdekesség miatt jövünk, általában az új ételeket látogatjuk meg először, de a hangulat miatt is. A fesztivál egyik sztár fellépője Demién Ferenc volt, aki Ezzel még tartozom címmel adott koncertet vasárnap este. Hogy van még igazi ünnepünk, egy hang sincs, csak cseng a csend, csak csendben mindenki elmereng. Bár a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál zárónapjára az időjárás kissé borongósra fordult, ez azonban a hangulatra nem volt hatással. Annak is érdemes volt kilátogatnia a rendezvényre, aki nem csak kulturális élményekre, hanem finom ízekre is vágyott. Mindezt a gasztrosátor és a borudvar biztosította számukra. Ezek mellett a kirakodóvásár és a vidámpark is szintén a program elmaradhatatlan része voltak, így biztos, hogy minden korosztály talált magának való szórakozási lehetőséget.